Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Újra kinyitottak az óvodák, a szülők már egyre kevésbé tudták megoldani a gyerekfelügyeletet. Az iskolák is készülnek a nyitásra, sok a kérdőjel, zajlanak az értekezletek az intézményekben. Minden ellátás újraindul, szigorú szabályok mellett fogadják a betegeket Szekszárdon. Sorozatbetörőt fogtak a rendőrök, Faddomboriban lopott legalább 6 házból. Hétfőn újra kinyitottak a bölcsődék és az óvodák, az intézményeknek viszont sok óvintézkedést kell betartaniuk. Szekszárdon például a szülők nem léphetnek be az épületekbe, a gyerekeket az udvaron kell átadniuk a dajkáknak és az óvónőknek. Az épületen kívül várják a gyerekek, hogy a dadus bekísérje őket rég nem látott barátaikhoz. A szülők egyelőre nem léphetnek be az óvoda épületébe, az udvaron kell elbúcsúzniuk gyermeküktől. Bár az óvoda dolgozói napi kapcsolatban voltak a családokkal, hiszen minden új rendeletről tájékoztatták őket, mégis nagyon örülnek, hogy újra nyithatnak. Már nagyon vártuk, mi is dolgozók, nagyon-nagyon hiányoztak a gyerekek, a családok, mindannyiunknak. Ez az otthon töltött több mint 2 hónap hosszú volt, nem volt egyszerű a home office, de nagyon-nagyon büszke vagyok a kolléganőkre, mert mindenki nagyon jól beleállt, és nagyon jól megállta a helyét. Sok óvintézkedést kell betartaniuk, illetve betartatniuk az intézmény dolgozóinak. Például az első érkezéskor a szülőknek egy nyilatkozatot kellett kitölteniük, amiben kijelentik, hogy nincs beteg a családban, és nem is találkoztak olyan emberrel, akiről később kiderült, hogy fertőzött. Az óvoda azt kérte a szülőktől, hogy naponta váltsák az olyan személyes holmikat, mint a váltóruha és a törölköző. A dajkáknak a legfőbb feladatuk nyilván a sok más mellett a folyamatos szellőztetés, a folyamatos fertőtlenítés és a folyamatos takarítás. Tehát erre sokkal fokozottabban odafigyelünk. Szekszárdon az elmúlt hetekben egyébként 50-ről több mint 120-ra emelkedett az óvodai ügyeletet kérő szülők száma. A szekszárdi egyes számú óvoda a korlátozások alatt is tartott ügyeletet, bár azt is csak 17 gyerek vette igénybe. Hétfőn azonban már a beiratkozott gyerekek 60%-a megjelent az óvodákban. Úgy tűnik, nagy a bizonytalanság az iskolákban, jelenleg is zajlanak az egyeztetések, miként hány pedagógussal oldják meg a digitális oktatás mellett a felzárkóztató foglalkozásokat az intézményekben, és a június 15-e és 26-a közötti időszakban a gyerekek felügyeletét. Szekszárdon az is nehezíti az amúgy is sok kérdést felvető helyzetet, hogy egyelőre nem tudni, melyik iskolában tartják meg a nyári napközis felügyeletet június 26-a és augusztus 26-a között. Vannak olyan családok, ahol nehézség volt megoldani ezt a digitális oktatást, digitális átállást, de ezekkel a gyerekekkel fogunk most az utolsó 2 hétben foglalkozni. Pál Tibor igazgatóhelyettes éppen arról beszél, hogy eddig döntően gördülékenyen zajlott a digitális oktatás a Baka István általános iskolában, de vannak olyan diákok, akik lemaradtak, vagy nem küldték rendszeresen vissza a feladatokat a tanároknak. Nekik tartanak kis csoportos foglalkozásokat június 2-ától június 15-éig. Ezzel párhuzamosan a digitális oktatás is érvényben marad, vagyis a többi gyerek továbbra is úgy tanul, ahogy eddig. Sokan nem tudják, hogy június 2-től június 26-áig azon diákokat is kötelező fogadniuk az iskoláknak, akiknek nincs elmaradásuk, csak a szüleik kérik gyermekük felügyeletét. Ennek keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás vagy éppen fejlesztő foglalkozás tartható. A Baka István általános iskolában május 27-éig jelezhetik a szülők, ha erre vagy az azt követő nyári felügyeletre igényt tartanak. A vezető arra számít, hogy sok szülő kéri ezt, mivel elfogytak a szabadságok. A Baka István általános iskolában kedden tartanak egy nagy értekezletet az aulában, ahol szétosztják a feladatokat és összesítik, hány gyerek felzárkóztatását vagy éppen felügyeletét kell megoldaniuk. Az igazgatóhelyettes azt mondja, a ballagás és az évzárók sorsa még kérdéses, de szeretnék azokat, ha szűk körben is, megtartani. Mind a ballagások, mind pedig a tanévzárok kicsit másként fognak alakulni, mint az elmúlt években. Igen, mi úgy tervezzük, hogy tartunk ballagást, nagy valószínűség szerint csak a 8-asi gyerekeknek, itt az iskolán belül, de a részleteket még most fogjuk kidolgozni, hogy és miként lehetne megtartani. Nyári napközis tábori felügyeletet is kérhetnek a szülők június 26-án
8-ától augusztus végéig. Ám azt nem tudni, hogy Szekszárdon melyik iskolában tartják ezt meg. Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerületi központ vezetője erről és az iskolákban zajló munkáról későbbre ígért pontos tájékoztatást. Karambolozott két kamion hétfőn kora reggel Alsónyék és Pörböly között. Az egyik teherautó sofőrje előbb nem tudni miért letért az útról, a szalagkorlátnak csapódott, majd hirtelen visszarántotta a kocsit az aszfaltra, ekkor viszont áttért a másik sávba és belehajtott egy másik szembejövő kamionba. A balesetet okozó sofőr súlyosan megsérült, őt mentőhelikopter szállított a kórházba, a másik kocsi vezetője könnyű sérülést szenvedett. Az érintett útszakaszon csak kora délután állt helyre a forgalmi rend. Szerdán ismét drágulnak az üzemanyagok a hazai kutakon. A benzin 7, a gázolaj 6 forinttal kerül majd több literenként. Az emelés után az átlagárak közelítik a 350 forintot, a benziné 338, a gázolajé 349 forint lesz. Az elmúlt három héten folyamatosan nőttek az üzemanyagárak, a benzin literje 47, a gázolaj 27 forinttal lett drágább. Minden ellátás fokozatosan újraindul a Balassa János kórházban Szekszárdon. Németh Csaba főigazgató azt mondja, továbbra is szigorú szabályok között dolgozik az egészségügy, és minden ellátást megelőzően szükség van az időpontok egyeztetésére. Bár fokozatosan minden kórházi osztály újra fogad betegeket, két dolog nem változik. Az egyik a látogatási tilalom, a másik, hogy minden előzetes időpont egyeztetés érvényét veszítette, így szükséges a megelőző konzultációt telefonon, mondta Németh Csaba, a Balassa János kórház főigazgatója. A mondat továbbra is igaz, ez az egészségügy már egészen más, mint amilyen a vírus veszély előtt volt, tette hozzá. A legújabb minisztériumi utasítás és elrendelés az a fekvőbeteg ellátásnak és az elektív műtéti ellátásoknak az újraindítása. Ehhez a eddigiekben készenlétben tartott ágyaknak egy részét is felhasználhatja a kórház. Most, ami a fekvőbeteg ellátás területén a elmúlt hét, e hét, jövő hétnek az aktualitása, hogy osztályok indulnak újra és kerülnek vissza a régi helyükre. Ez érinti a belgyógyászatot, mely visszaköltözik az eredeti helyére. Újraindulnak a rehabilitációs osztályok és a reumatológiai ellátás, valamint a bőrgyógyászat. Továbbra is 350-370 ágyat készenlétbe kell tartani a járványügyi helyzetre, mondta Németh Csaba. A nagyon szigorú betegbeléptetési rend és a sátornál történő előzetes kérdőíves kikérdezés betegosztályozás az érvényben marad. A kórház főigazgatója arra kér minden légúti problémával küzdőt, semmiképpen se a kórházba induljon először ellátást kérni, telefonáljon a házi orvosának, és ennek utasításai szerint járjon el. Hétfőtől már előzetes időpont foglalás nélkül is lehet intézni a kormányhivatali ügyeket, az ügyfélterekben viszont továbbra is a javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszkban egymástól legalább másfél méteres távolságra tartózkodhatnak. Kedden nyújtja be a kormány a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javaslatot az országgyűlésnek a tervek szerint. A koronavírus miatt hozott különleges intézkedésekre lehetőséget adó jogrend március közepe óta van érvényben Magyarországon. A rendkívüli jogrend olyan alapjogkorlátozásra ad lehetőséget, amire egyéb időkben nincs mód, így például a kijárási korlátozások elrendelésére és fenntartására. A tervek szerint június 1-től újra fogad ügyfeleket a bátaszéki polgármesteri hivatal. Bozsolik Róbert polgármester azt mondja, a képviselőtestület tagjaival át kell értékelni a jelenlegi helyzetet, hiszen a költségvetés számait jelentősen átírta a koronavírus járvány elleni védekezés. Június 1-ével ismét a régi munkarendszerint üzemel majd a bátaszéki polgármesteri hivatal, mondta a város vezetője. Ezzel párhuzamosan megteszünk minden szükséges és lehetséges lépést az élet normális rendjének kialakítására, tette hozzá Bozsolik Róbert. A vírus veszély elhárítása jelentős költségvetési módosításokat eredményezett. Egyrészt ugye a gépjárműadó elvonása az már egy jelentős 21 millió forintos
lyukat ütött a költségvetésünkbe, de ezt azonnal lereagáltuk, hiszen korábbi döntéseinkkel közel 45 millió forintnyi egyensúlyi tartalékot hoztunk létre. A védekezési költségek most már elérik a 6,5 millió forintot az elmúlt időszakra vonatkozóan. Ebben természetesen a maszkoktól kezdve a fertőtlenítőszereken keresztül minden beleértünk. Ennek megfelelően a napokban újra összeül az önkormányzati testület, és áttértékeli a város pénzügyi helyzetét és lehetőségeit. Arról, hogy a közművelődési területeken és az idős gondozás területén milyen lépések tehetők még meg, nincs végleges döntés. Ez a kormányzati intézkedések kérdése is, mint ahogy az is, mi lesz a sorsa a nyár végére és az ősz elejére tervezett városi rendezvényeknek. Sorozatbetörőt fogtak a rendőrök, a tolvaj Faddomboriban tört be hétvégi házakba és nyaralókba, eddig összesen 6 bűncselekménnyel gyanúsították meg. Horgásztáskák, benzines fűkassa és sövénynyíró az egyik feltört nyaralóból vitte el ezeket az eszközöket a sorozatbetöréssel gyanúsított tolvaj. Néhány nap alatt több nyaralót és hétvégi házat is feltört Faddomboriban. Néhány napon belül sikerült azonosítaniuk a bűncselekmény elkövetésében megalapozottan gyanúsítható 42 éves faddi férfit, akit elszámoltattak és a rendőrségre előállítottak. A férfit eddig 6 rendbeli bűncselekmény elkövetésével gyanúsították meg. Miután elfogták, a tolvaj beismerte a betöréseket, az ellopott eszközök nagy része is előkerült. A tolnai rendőrök a férfit őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A férfinél tartott kutatás, valamint az általa elmondott területeken tartott kutatás során számos értéket találtak meg, melyeket a nyaralóból lopott el a férfi. Úgy tudjuk, hogy a Faddomboriban fosztogató betörőt azóta már letartóztatták. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Kevesebb jut a pécsi óvodák meg bölcsödéknek? Tiltakozik az ellenzéki oldal a 200 milliós zárolás miatt. Támogatása nehéz helyzetbe jutott pécsieknek, a járvány miatt segít az önkormányzat. Sikeres a Varmaszkot mozgalom akciója, a Nevetnikék alapítványt támogatják a pénzzel. Tiltakozik a pécsi Fidesz frakció, mert 200 millió forintot von el a mostani városvezetése a kisgyermeknevelő intézményrendszertől. Szerintük elfogadhatatlan, hogy pont azokat sújtják így, akik a járvány idején nem csak a gyerekekkel foglalkoztak, hanem az idősek ellátását is segítették az önkormányzati program keretében. A városvezetés szerint nem éri kár az intézményeket, a veszélyhelyzeti alapba kell a pénz, aminek csak felfüggesztették a kifizetését, nem akarják elvenni. Csúszdáznak a gyerekek a Pécsi Surányi utcában az egyik társasház játszóterén pénteken. Utána édesanyjukkal hintáznak, aki most 3 óvodáskorú gyermekével van otthon. A legnagyobb iskolás. Azt mondja, megdöbbenve hallotta, hogy a pécsi önkormányzat pénzt akar elvonni a gyermeknevelő intézményeitől. Hétfőtől elindul az óvoda. A gyerekek mennek is óvodába, úgyhogy egész nyáron dolgozni fognak, csak 2 hétre állhatnak le. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy felháborító, és biztos vagyok benne, hogy meg lehet találni azokat a területeket, ahol, hogyha spórolni kell, akkor lehet. Ez nem az a terület. Virág Tíme azt mondja, a karantén alatt az óvónők online feladatokkal, játékkal, mesékkel segítették Zsófi Olivér és Eszter nevelését. Nem érti, miért tőlük vonnak el pénzt. A Fidesz városi képviselője sem érti, mi a célja a döntésnek. Felháborítónak tartjuk azt, hogy a városvezetés az óvodákon, bölcsödéken, illetve az ottani dolgozókon kíván spórolni, de ez annak fényében különösen elkeserítő és érzéketlen lépésnek tartjuk, hogy ezek voltak azok a dolgozók, akik az elmúlt hónapokban, a járvány legveszélyesebb időszakában az önkormányzati programban hatható segítséget nyújtottak abban, hogy az idős polgártársaink ellátása biztosított legyen. 200 millió forintot zárolta a városvezetés az óvodai és bölcsődei intézményrendszerre jutó pénzből a héten. Indoklások szerint a járvány elleni védekezéshez kell ez az összeg. Mintegy 2,5 milliárdból 1 tucat óvoda és 1/2 tucat bölcsöde teljes megújítására került sor a városban.
és figyeltünk arra is, hogy bármilyen nehéz idők is jártak korábban, a bérek azok mindig zavartanul kifizetésre kerüljenek, és arra is figyeltünk, hogyha lehetőségünk volt, akkor ha minimálisan is, de tudjuk emelni a béren kívüli juttatások összegét is. Idézte fel a 2015-ben indult fejlesztéseket a megyei elnök, aki korábban Pécs alpolgármestereként felügyelte ezt a területet. Az elvonásról kérdeztük a mostani városvezetést is. Csütörtökön Ruzsa Csaba azt mondta, hogy a pénzek felfüggesztéséről van szó, amit augusztus 31-ig tartanak fent. Szerinte nem éri kár a pécsi kisgyermeknevelő intézményrendszert. Önkormányzati támogatást kapnak a járvány miatt nehéz helyzetbe került pécsiek, azok igényelhetik ezeket, akik elveszítették kereseti lehetőségüket, beteg hozzátartozójukat ápolják, vagy albérletet fizetnek. A Városháza egyszeri segítséget ad, erre forrásokat is elkülönítettek. Pénzbeli támogatást nyújt a pécsieknek az önkormányzat, erről döntöttek a héten. Azok vehetik ezt igénybe, akik elvesztették munkájukat, kereseti lehetőségüket, akik olyan közeli rokonukat gondozzák otthon, akinek a kórházi kezelését a veszélyhelyzet időszakában szüntették meg, illetve albérletfizetésre is lehet támogatást igényelni. Sokat hallok olyat, hogy megszűnt a munkahelye, meg nem tudott bejárni dolgozni, meg 4 órába kell mennie, meg... Nálunk is 4 órában vagyunk, most mi is bejelentve, tehát át kellett állni erre a 4 órás munkaidőre. És mondjuk mi nem az önkormányzattól kapunk támogatást, hanem azt az állami támogatást kapjuk meg, azt a bérkiegészítést. Úgyhogy szerintem mindenképpen jó. Valami segítség kell, igen. Azok, akik elvesztették a munkájukat és olyan helyzetbe kerültek, azoknak nagyon kell a segítség. Mindenfajta támogatást. Akár vállalkozó, akár... Maszek világban dolgozik, vagy pedig olyan egyedülálló, akinek tényleg segítségre van szüksége. Nagyon nagy helyzet, nagyon nehéz helyzetbe kerültünk a mostani válságban. Ezt mondták az általunk megkérdezett pécsiek a támogatásokról, akik jó döntésnek tartják a segítségnyújtást. 250 milliós keretet szabtunk meg. Ugye azt gondoljuk, hogy első körben júni 30-ig lehet benyújtani a kérelmeket, és várjuk azt, hogy az első hullámban jelentkezők ezt az 50 milliós keretet kimerítik-e, illetve ha esetleg ez egy nyár végén ez megnő ez az igény, vagy várható egy őszi második hullám, akkor arra vonatkozóan egy újabb 50 milliós keret nyitható legyen. Próbáljuk a gazdasági újranyításhoz segíteni a pécsi cégeket és a pécsieket, de nem egy tartós segélyezés kialakítása a cél. Az önkormányzattól 50-50 ezer forint igényelhető bérpótló és gondozási támogatásként, albérlet fizetésre 30 ezer forint. Ez egyszeri segítség, mivel a nehéz időszak áthidalását szeretné a támogatással a Városháza, nem pedig rendszeres segélyként juttatást adni a pécsieknek. 252 ezer forint gyűlt össze a Varmaszkot mozgalom licitje során. Az akcióban több mint 30 egyedi maszk kelt el, amelyek új tulajdonosai közül többen külföldön élnek. A támogatás közvetlenül a Nevetnikék alapítvány számlájára került. Egy jótékonysági aukció keretében egyedi maszkokra lehetett licitálni május 10-e és 20-a között. A teljes összeget a Varmaszkot mozgalom szervezői és önkéntesei a Nevetnikék alapítványnak ajánlották fel. A jótékonysági licithez ismert pécsi színészek, balettművészek, sportolók és hétköznapi hősök csatlakoztak. Az ötletgazda Kozarics Viktor nagyon boldog, hogy sikeres volt az akció. 252 ezer forint gyűlt össze támogatások, vagyis hát ezekből a licitekből. Azért is mondom, hogy támogatás, mert ugye ez közvetlenül a Nevetnikék alapítványnak a számla számára utalják, vagy utalták azok, akik nyerték ezeket a maszkokat. Ha jól emlékszem, 32 maszkra jött licit, úgyhogy ezeket árvereztük el nagyon szép összegekkel. Vannak pécsiek, országból is van néhány olyan, aki vásárolt, és hál' Istennek vannak olyanok, akik külföldi magyarok, vagy külföldön élő magyarok. A Nevetnikék Alapítvány önkéntesei 12 éve szerveznek délutáni programokat a Pécsi Gyermekklinika fekvőbeteg osztályain. A koronavírus járvány miatt azonban ők is nehéz helyzetbe kerültek. Egyrészt az önkéntesek nem mentnek be a kórházba, és ők az idős bevásárlásba kezdtek el besegíteni. Másrészt viszont rengeteg olyan telefonhívást kaptunk, hogy hát valaki nem tudja kifizetni egyszerűen az élelmiszert, és ezért mi arra gyűjtöttünk, hogy akkor nekik tudjunk venni élelmiszert.
Viszont ehhez meg kifogyott gyakorlatilag a mi anyagi raktárunk, és már épp azon gondolkoztuk, hogy miből fogjuk újraindítani a programot, hogyha itt véget ér a járvány, úgyhogy nagyon jókor jött ez a maszklicites, amit effektíven most megint a pécsi gyerekklinika gyerekeire fordítunk. Kozarics Viktor nem csak ezekkel a licitre bocsátott egyedi kreatív maszkokkal segített a leginkább rászorulóknak, hanem a pandémiás időszak kezdetén ingyenes gyerek és felnőtt maszkokat kezdett el varni. Az akcióhoz 30 varrónő és további sok-sok önkéntes csatlakozott, így már több mint 8000 szájmaszk készült el. Jelen a Richard váltja Pókos Csabát a HR Rend Kozár Michelin csapatának kispadján. A korábbi vezetőedző az utánpótlásban kíván ezentúl dolgozni, de elképzelhető, hogy marad a felnőtt gárda szakmai stábjában is. Jelen a Richard a klubvezetéssel közösen a 2020-21-es szezon keretének kialakításán dolgozik. A csapat a jövő hét végéig biztosan edz, de arról, hogy mikor indul a következő szezon, az MLS később dönt majd. Pókos Csaba egy évvel ezelőtt tért vissza a HR Rend Kozár Michelin csapatához, mint szakmai vezető. A 2019-20-as csonka szezonban már ő ült az MB3-as csapat kispadján. A szezon törlését követő egyeztetések során azonban kiderült, hogy a szakember nem igazán érzi magáénak a felnőtt csapat vezetőedzői posztját, hozzá közelebb állnak az utánpótlás korosztályok. A klubvezetés ezért elkezdte keresni Pókos Csaba utódját. Úgy döntött, hogy nem biztos, hogy ez az ő iránya, és ezért új vezetőedzőt kerestünk, de azt láttuk, hogy egyébként a szakmai munka jól működik, jó irányba indult el a csapat, úgyhogy mindenképpen olyan vezetőedzőt kerestünk, aki tovább tudja vinni ezt a munkát, hasonlóképpen gondolkozik a fociról, ismeri ezt a csapatot, ismeri a klubot, mi is ismerjük. Azért Kozár Michelin nem arról híres, hogy távolról hoz edzőket, próbálunk helyiekkel dolgozni, olyanokat, akik tényleg mi is ismerünk, meg ők is ismernek minket, tudják, hogy mire számíthatnak. A klubvezetés megkezdte a tárgyalásokat az eddig Pókos Csaba asszisztenseként dolgozó Jelena Richarddal, akinek edzői karrierje Kozár Michelinből indult, és tavaly tért vissza a klubhoz. A szakember igent mondott a felkérésre, és jelenleg a szakmai stáb és a játékos keret kialakításán dolgozik. Az, hogy milyen csapatot szeretnénk Kozár Michelinbe, elindult itt tavaly egy folyamat. Úgy gondolom, hogy jó úton haladtunk, nagyon remélem, hogy ezt tudjuk folytatni. Ezre szeretném megkeresni megfelelő stábot, és erre szeretnénk kialakítani azokat a játékosokat, vagyis megkeresni azokat a játékosokat, akik erre alkalmasak lesznek. A licenszet megkapták, így a HR Rend Kozár Michelin biztosan ott lesz a harmadosztály mezőnyében a 2020-21-es idényben. A csapat a jövő hét végéig biztosan edz, de arról, hogy mikor indul a bajnokság, az MLS később dönt majd. Végül mutatjuk újra, röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Újra kinyitottak az óvodák, a szülők már egyre kevésbé tudták megoldani a gyerekfelügyeletet. Az iskolák is készülnek a nyitásra, sok a kérdőjel, zajlanak az értekezletek az intézményekben. Minden ellátás újraindul, szigorú szabályok mellett fogadják a betegeket Szekszárdon. Sorozatbetörőt fogtak a rendőrök, Faddomboriban lopott legalább 6 házból. Kedden marad a változóan napos, gomoly felhős idő, elsősorban a déli órákat követően nő meg az esélye záporok, zivatar, gócok kialakulásának. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!